hazai pályán összesen 2 pontot, 2 döntetlennel tudott elérni a Pécs, de most egy egészen megváltoztatott csapat lép a pályára, hiszen nagyon nagy volt a jövésmenés. Mind a két csapat házatáján a Pécsnél 3 olyan játékos került a kezdő 11-be, akik új szerzemények, az Újpestnél pedig 1. Pavljevic, és aztán egy szép védés, Palajca. Az első próbálkozást, kaput eltaláló próbálkozást, tehát a pécsiektől láthattuk. Forró indul, Vasiljevic most játssza ki a bal oldalra a labdát, közben 4 újpesti a 16-oson belül, nem jön a kapus, és Ocsó fejesét aztán végül Poleksics egy nagy vetődéssel védi. Az Újpest próbál támadásokat építeni, és kontrázik a Pécs. Most megint megkönnyíti ezt a kontrát az eladott labda. Ott a helyzet, és ott a vezetés. Ez aztán az alapos meglepetés. Mandzsrekár érkezett a hosszú oldalon, és megszerzi a vezetést a Pécs. Megint egy eladott labda, és ebből megint kialakulhat egy pécsi helyzet. Mekkora mentés volt ez. Márkvárt került helyzetbe, és a legutolsó pillanatban, amikor már lendítette volna a lábát, akkor tudott Forró szerelni. Forró. Balok felé a kiugratás. Bele is tudott csúsztatni szépen Bardé. Be a kapu elé a labdát, fölpörög, és mekkorát mentett Poleksics. Nincs egyenlítés, pedig most nagyon közel állt hozzá az Újpest. Nagyon komoly, fegyelmezett munkát látunk a pécsiektől védekezésben. Viszont eladják ők is a labdát, Poleksics. Nagy lőtte rá, Poleksics vetődött, nem pattant ki a kapusról. Egyedül Mákriev az, aki ott zavar, pécsi részről. Bardi még vissza tudta játszani, ez bravúros megmozdulás volt, Stanisavljevics fejjel fölé. Szép volt. Bardi lenne megjátszható. Az jobb megoldás lett volna, hiszen Bardin senki nem volt. Vasiljevic. És szabadrúgás közben a Pécs javára. És ez is sárga lap, mutatja a játékvezető. A nagy pirosat kapott, hiszen volt már sárga lapja. Pavljevic. Makriev kiugrana, Pavljevic picit hosszan szökteti magát, de ugrálja át a lábakat szépen. Szatmári. Remek lövés, Balajca védett. Pavljevic lövését kellett kitolni az újpesti kapusnak. Át a hosszú oldalra, úgyhogy kikerül mindenki, de még nincs kint. Ez nem volt veszélytelen. Balok fogja a fejét, el is döntette volna a meccset. Harris. Balog. Bardi. Balog elindul mögötte. Az jó, de nem tudod belefejelni Stanisavljevic a labdába. És itt most eldőlhet a mérkőzés. Egy az egyben vezetheti kapura Makriev a labdát, de nagyon lelassul. Pirosat kap Harris. Az asszisztens ugyanis jelezte a szabálytalanságot a játékvezetőnek, ment minden tovább. Na nézzük, Szatmári lépi ki. És lövi is. Balajca! De nagy védés! És hogy véletlenül kiszöglet lesz, ezzel is tudják majd húzni az időt, nem? Ez volt benne a trükk. Rácz! Jó lövés! És nem lett belőle gól, már emelték a kezüket a pécsiek, de megadták. Megadták, bent volt ezek szerint. Rácz fantasztikusan eltalálta, pattogott a labda a föld és a kapufa között, de ezek szerint bent volt. És ezzel most már azt hiszem végérvényesen eldől minden. Szatmári csatlakozik, Szatmári, Balajca véd! És vége a találkozónak. A Pécs jött és elvitte a 3 pontot.